Ez már az. Ez már az, srácok. A DICE Legacy. Ami képzeljétek el, hogy a Gamescomon, a Gamescomon megkapta a legeredetibb játék díját, vagy csak jelölését? Díját, képzeljétek el. Úgyhogy a legeredetibb játékkal fogunk játszani, ami így 2021-ben lehet. Ami csak lehet. Durva, mi? Gondoltátok volna, hogy ilyet hozok nektek? A legeredetibb játékot. Ami egyébként egy stratégiai játék. Real time volt, de időközben jött egy update hozzá, hogy lehet pauzolni, szóval... kevésbé real time így a pauzzal. A döntéseinket, ahogy látjátok itt a képen, kockákkal hozzuk majd meg. Ez a legnagyobb... ennyit tud igazából a játék. Most ezt így csúnyán fogalmazva. Ez az a dolog, amit nagyon eredeti lett. Illetve, hogy egy körgyűrűn játszódik. Egy körgyűrűn játszódik ez az egész. Úgyhogy, hát én kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Hát ehhez sincsen magyar nyelv, ez szomorú. Grafikán gyorsan még beállítjuk mindent a maxra. Motion blur nem kell. Oké. Rezolúciós skála maximum van. Nagyon jó. Ahogy látom, a vészinket is kikapcsoltuk. Frame rate cap se kell nekünk. Anti-aliasing az mehet úgy, az is maxra, nagyon jó effektek, kvalitása szintén maximumon, tökéletes. Hát még a színvaksággal kapcsolatban is állíthatunk ki dolgokat. Ha esetleg színvakok vagyunk, akkor van rá beállítás, hogy élvezhető legyen a játék. Na. Stranded. Main szkenárió. És ahogy látom, vannak itt még szkenáriók. 2, 3, 4, 5. Tehát összesen 6 szkenárió van. Mi az alapot fogjuk megnézni. A framerate uncapped és a videókártyát felsik. Itt az a helyzet annyira nem, mert én... Tehát, hogy beállítom a játékokból, hogy nem kell a vészinkkel foglalkozni, nem kell a framerate kepeléssel foglalkozni, majd a videokártyám megoldja. A videokártyámban van állítva, hogy 120 fölé ne menjünk, ezt egyébként ott a baloldali kockaszámoknál láthatjátok is, hogy 120 fölé nagyjából semmelyik játékban nem megyünk, úgyhogy én csak ezt azért állítom be, hogy a játék ne kepelgessen semmit. Majd azt én megoldom máshogy. Peasant. Vannak itt peasant kockák. Lehet ezen valamit állítani? Ahogy látom, nem. De kettőt le lehetne cserélni. Viszont nincs másik kártyánk. Pacifista nehézség. Aha. Az ellenséges erők mindaddig nem támadnak, amíg nem provokáljuk őket. Na, ez jó. Ez jó. Ez lenne nekem való. Ez mondjuk sok esetben még jobb megoldás is, mint a gyári. Ja, még, hát nem is tudom, ezt még így nyáron állítottam be. Nyár elején állítottam be, hogy így majd a videokártyán megoldja itt az FPS parákat. Úgyhogy nincs olyan, hogy random egy fekete képernyőnél felszökik a teljesítménye 100%-ra meg 999 FPS-re. Legacy, Hard és Extreme. Igen, amúgy ez egy túlélő stratégiai játék, de mondjuk szerintem minden stratégiai játék túlélős, szóval ezt azért nem mondtam. Pedig ott van amúgy a Steam oldalán a játéknak az, hogy Survival, de hogy így... Minden stratégiai játék Survival, nem? Na mindegy. Itt van a pause. Aha, akkor is lehet kockázni, amikor a játék le van állítva. Aha.
Hát igen, a játék megjelenése óta bejött ez a feature, hogy lehet pauzolni. Régebben ilyen nem volt, és emiatt kapott negatív értékeléseket a játék, hogy jó ez a játék, jó ez, de hogy ha már egyszer játszottam vele, akkor miért játszanám újra? Mondom, megnyomták az emberek a szkenáriókat, aztán azt mondták, hogy hát ez a játék ennyi volt. Én pauzzal fogok játszani. Azért, mert kíváncsi vagyok erre a feature-re. Nagyon kíváncsi vagyok erre a feature-re, hogy milyen. Persze, tutoriált is akarunk. Legalább 30 goldomnak kell lenni, ellenséges tábort kell elpusztítani. Construct die. Azt szkendálni kell. Teljesíteni kell a proféciát. Az uralkodó. Aha. Hát, gondolom ezek ilyen nehezítések lennének. Jó van, játszunk. Játszunk. Indítom már. Szép jó reggelt, srácok. Játszható karakterek lehet egyébként. Igen. A tél az durva. Nagyon durva. Azt nézzétek. Hát ez nagyon menő. Egy félgyűrűn vagyunk, és hajókázunk ezen a félgyűrűn. Zsír. Bár egy kicsit szédítő. Egy kicsit szédítő. Jó. Summer begins. Jaj, én nyomtam egy space-t. Lokkolni lehet egy kockát. Illetve le is lehet rakni. És hol a pauz? Hol a... Ott van, jó. Egyessel. 1, 2, 3, 4. Jó. Így lehet pauzolni. Jó, a kocka számokat eltüntettem, mert hogy így a játék jól teljesít. A kedves laposföld hívőket kell most hívni. Ez fantazi, egyértelműen fantazi. Ez csak kitaláció, ilyen nincsen a valóságban. Ez nagyon komolyan, hogy így megy a kamera. Rendesen szédülök. Na jó. First steps. Vannak kocka klasszok, amik a színeket, színek jelölik a kocka klasszokat. És tartósága is van egy kockának, hogyha ez a szám lecsökkent nullára, akkor a kocka elpusztul. De lehet lokkolni is a kockákat, alt-bal klikkel, space-szel pedig rollolunk a poolunkból. Köszönöm szépen, ez egy hasznos info. Itt nem lehet kilépni? Ja, ott a close. Na, hát paraszt. Paraszt, ugye ez a paraszt kockánk. A narancssárga. Hát nem tudom, ez most építkezés? Az nem tudom, így nem írja ki, hogy ez most micsoda. Ja, hogy például ezt nem húzhatom oda? Igen, ezt valószínűleg nem húzhatom oda. De akkor oda húzhatom? Igen, kavicsot fognak nekem bányászni. Milyen nyersanyagaink vannak? Nézzük csak. Most le van állítva a játék. Ott van 2 kavicsunk van, van 4 fánk, és 5 kajánk. De lehet még aranyunk, vasunk, búzánk, sörünk, és herbálunk. A hülyeséget mondok, nyugodtan javítsatok ki egyébként. Aha, itt például a kaját tudnak nekünk csinálni, itt meg a fát. Itt pedig... hát ilyen... sütödét tudnak csinálni. Kaját. Itt is kaját tudnak előállítani. Ahogy látom, itt is egyébként. A hajó törött nyersanyagokat helyreállítják. Council. Minden egyes évszakban összeül a tanács, és
szabályokat hoznak meg. A parasztjaink hát nem éppen boldogok jelenleg, de nem is mérgesek. Jó. De, nem tudom, kaja? Kis kaja? Kettő? Várjátok. Aha, tehát ha hosszan nyomod, akkor... Akkor kettő kockát is húz. Ez nem tudom, jó lesz nekem szerintetek? Aha, az egyet oda tettem, másikat nem is lehet. Jó, akkor csináljanak nekem még kaját, az szerintem fontos. Ja, ez nem az volt. Hoppá. Kaja, kaja. Illetve... Fa. Az ott fa, ugye? Fa, így van. Itt van még nekünk még több fánk. Ott van egy kis herbálunk. Menjenek herbálér. Illetve itt a végén még, hát nem tudok semmit, sehova se tudom elküldeni ezt a parasztot. De tudunk rollolni. Legyen még több kaja. Vagy ezt lokkoljuk? Ezt lelokkoltam, srácok. És akkor most, ha elindítom a játékot, akkor itt... el kell tenni a 40 másodpercnek, de természetesen gyorsíthatom az időt, ezt mondjuk pont akarom úgy, hogy megmutatom nektek. Ha elrejtem a kameraképet, hogy itt van a pauz menü, ez a leggyorsabb idő, és így már fel is épült minden, úgyhogy most újra megy a pauz. Uh-huh. Igen, minden játék elején legenerálódnak ezek a lokációk. A kocka tartóságát emészti fel, vagy használja fel minden egyes ilyen a lokáció. Bár ahogy látom, a lokációnak is van durability-e, mert hogyha lecsökken nullának, akkor a lokáció el fog pusztulni. Ez gondolom főleg azért a gyűjtögetős, nyersanyagos lokációknál van meg. Például itt. Aha, itt ez például egy 26-os, ez egy 37-es, itt egy 33-as, tehát, hogy 25-ször tudunk ide jönni, ezt meg még egyszer tudjuk használni, ez kétszer, ezt is kétszer. Tehát akkor... ez itt nem végtelen kaja forrás. Hunting Grounds. Na, és ezek miért szürkék itt? Nem tudjuk őket használni, amíg nem rollolunk. Tessék, rolloltam. Ha rollolunk még egyszer... Most, mivel rolloltam még egyszer, csökkent a tartósága. A játék kívánság listára téve komolyan? Nem is gondoltam, hogy ennyiből már meggyőző lesz számotokra. Ez micsoda? Mit tud ez? Ő ilyen felfedező. Ezek ilyen kolumbuszosak, nem? Outside of territory. Nem tudom, ez nem, nincs jelmagyarázat. Haló, valaki? De meg tudod nekem mondani, hogy ez mit csinál? Ha tavasszal ültetsz valamit, úgy is fogalmazhatunk, hogy a kockával van vetve. Ez jó. Ez jó, Böri. Köszönöm szépen. Itt vannak ilyen technológiák. Geológia, superior technológia, az advance-nél meg nincs semmi, de oda már vas is kell. Produkció, aha. Tornyaink is lehetnek. Jó, ez nagyon szuper, ez mind nagyon szuper, de mit tud ez a kocka? Jó, hát ha valaki tudja, srácok, én szívesen veszem, mert hogy... Ez most így nem tudom... Ez mi akar le... Azért ez sehol nem tudom oda... Jól van, jó étvágyat, Mapko. Tehát... Ezeket újra elvetjük. A cookhouse-ba, ha beteszünk egy kockát, akkor a durability-e
visszaáll. Viszont kaját emészt, úgyhogy 13-as kockát nem teszünk oda, de szépen majd mindegyik kockát meg kell letetnünk, hogy ne tűnjön el a durability egyiknek sem. Ez jó. Hát azt én oda kérem. Illetve tudunk-e valamit itt a Town Hall-nál csinálni? Hogy tudunk építeni? Hogy megyünk előrébb? Majd elmondja nekünk a játék? Valószínűleg amúgy majd elmondja. Tehát most így rollolunk újat. És akkor azt mondom, hogy légy szíves, szedjél nekem kavicsot, igaz? Van rá esély, hogy a kőbányába még arany is lesz. Szia Erbek, szia Csaba, szia Misi, szevasztok srácok. Jó, az egy egyperces munka, aztán lehetne még herbált szedni, meg van még itt kaja. Már csak tudnám, hogy ő mit tud. Ó, itt van, Construct Building. Nagyon jó. Még egy kajádát tudunk csinálni. Illetve kell még fa ahhoz, hogy terjesszük a területünket. Van iskola. És a paraszt kockákat citizen kockákká tudjuk alakítani. Illetve kell házikó ahhoz, hogy még több paraszt kockánk legyen. És nem csak ennyi épület van itt, hanem van még több. Szevasz, ja, jó. Ó, búzatermelés. Aztán, malom, amiből a búzából kaját csinálunk. Meg piát. Zsír. És itt még lehet lapozni, nagyon zsír. Aha. Ha valaki megfagyna, akkor a piával ezen lehet segíteni. Steam generátor. Városközpont. Pillanat, srácok. Tehát ezt Alamizsna háznak hívják. Bármilyen kockát paraszt kockává tudunk alakítani. A város központ pedig növeli a boldogságát bármelyik klassznak, ahogy látom. Manipuláció. Military. Economy. Merchant dice. Még merchant dice-okat is tudunk csinálni. Jól van, hát nekem először is peasant dice kell, paraszt kockák kellenek. Lehet itt rombolni is, de olyat nem akarunk. Úgyhogy helyette inkább azt mondom, hogy ott szedünk kavicsot, de szedjünk még mellette fát sokat, nagyon sokat. Úgyhogy ezt itt újra rolloljuk. Lett katonánk, de hát most nem kell nekünk. Dolgozzuk fel ezt itt. Fa, kaja. Tehát akkor mehet oda, és még egy roll. Jaj, ne akarj már annyit katonáskodni. Jó, tehát sok fánk lesz most. Kicsit bepörgettem az időt. Most kezd egyébként magyarázni az épületekről, hogy használjuk a build menüt. Igen, és akkor lehet ezeket rombolni, illetve a tech tree, tehát a technológiai ágnál lehet állokolni újabb és újabb épületeket. Viszont vigyázni kell arra, hogy az épületek még fel is gyulladhatnak. Illetve sztrájkolhatnak is az emberek. Ha jól értem. Okay. Közben, mivel lett elég fám, próbálok házat építeni. Aha, és akkor nem mindegy, hogy hova tesszük a házat. Hát én oda a szélére próbálok építeni egyet. És az építés is bárcsak ilyen egyszerű lenne. Kellenek építő emberek. Oké.
Kellenek építő emberek. Jól van. Meg kell fa. Jó. Ő nem tud, igaz? És ő? Ő se tud. Jó, akkor a 8-ast azt... Az már fél HP-n van, őt elviszem kajálni. Légy szíves, menjél kajálni. De menjél szed tovább a fát. És te is. A fa nagyon fontos, te hozzál kaját. Telik az idő, közben visszakaptunk még egy kockát, nagyon jó. Rollolnunk kell, hogy tudjuk őket újra használni. Hát... kajával szerintem jól állunk. Még egy ember menjen el fát vágni. Ez ide tettem egyébként, ha esetleg nem láttátok volna. Ne akar nagyon annyit háborúzni. És kell még egy építő paraszt. Jó, újra gyorsítunk itt az időn. Szabad kérdezni, hogy van-e fejlemény a futárral kapcsolatban? Semmi. Semmi nincsen, Báki. Nem jelentkezett, e-mailt se kaptam. Úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen csomag lehet egyáltalán. Ja, hát rololunk újra. Úgyhogy fura ez az eset. Fura ez az eset. Őt már ki is váltam onnan? Hát én kivettem onnan, de... Nem jól csináltam. Ő ott hogy fog kajálni? Ó, hát így kaján. Oké. Na hát, oké. Bocsánat, sáncok, ezt nem tudtam. Tehát a kaját is oda kell neki húzni. És úgy fogja megenni. Este visszanéztem a Tiny Tina videót, elkezdtem és úgy beszívott, hogy egyfajta kényszert éreztem, hogy telepítenem kell a Borderlands 2-t is. Na, Misi, örülök, hogy tetszett. Rendkívül jó hangulata van egyébként a Tiny Tinának. Úgyhogy abszolút megértem, hogy megjött hozzá a kedved. Halt Operation. Nem akarjuk hátolni az operációkat, de legalább van rá lehetőség. Jó? Igen, így ezt például tudnánk hátolni, de ez nekem így jó, tetszik. Slot types. Na, köszönöm szépen. Face power. Aha. Slot type. Aha. Itt írja, hogy ki az, akit elfogad. Tehát... ez bármilyen arcát elfogadja a parasztnak. Itt ez meg azt jelzi, hogy ez csak a parasztot fogadja el. A kör az, hogy csak resource-ot fogad el. És itt akkor leírja, hogy... ilyen százalékosokra kell figyelni, itt meg hogy... nem tudom. Itt a face power-re kell figyelni. Hát gondolom, ha több embert küldünk, aki ilyen baltás, csákányos, akkor... gyorsabban végzünk? Nem tudom, mert én oda nem tudtam vinni, szóval lehet, hogy ez csak szimplán azt jelzi, hogy X. Nem tudom, mi lehet az az X. Az X jelzi a kincs helyét. Ez itt nem így van. Én akarok még egy kuckót. Értem, tehát oda kell tennünk a parasztokat. Kettő paraszt csinál nekünk még egy parasztot. Jól van. Hát akkor rollolunk egyet. Hát akkor kettő munkás paraszt, egy harcos paraszt. Egy harcos paraszt és egy ilyen felfedező.
egy perc múlva egy újabb kockát csinál nekünk, ez jó. És mivel most pont van egyébként kettő olyanunk, aki meg is tudná építeni. Több resource jön, az volt odaírva. Ó, oh, köszi Járbek! Aha, itt közben vannak objektíváink, hogy kell farmot, malmot, meg ilyen district holt is felhúzni. A lovos kezd lenni a durability. Jól van, hát igen, igen, itt írják, hogy etetni kell, mert egyébként eltűnnek. Jóló. Full jólóba nyomjuk, srácok. Menjél meg, szedd nekem itt a... a fát. Fél perc múlva lesz új parasztunk, és 12 másodperc múlva pedig egy újabb házunk. Úgy néz ki, hogy a ház itt nem azt a szerepet szolgálja, hogy minél több ház van, annál több parasztunk lehet, hanem annál több hely, hogy párhuzamosan parasztokat csináljunk. Jó. Oké, és felépült egy újabb épület, és akkor lehetne majd iskolánk. Lehetne majd iskolánk. De kell még fa, sok fa kell nekünk, skacok. Zsír, és lett is egy újabb parasztunk. Beíratná, hogy amúgy ezek mit tudnak. Ha dühös a paraszt, akkor felgyújthatja az épületeket, ha elégedett, akkor meg plusz resource-t szedhet. Happiness, úgyhogy erre figyelni kell. Igen. Igen. Uh-huh. Jó. Ha túl sok boldogtalan kockánk van a klasszba, akkor lázadhatnak. Ajaj. Ajaj. Lázadó kockák. Jó, hát szedjünk még kavicsot. Hát, ha lesz gold is. A harcos parasztokkal nem tudok mit csinálni. Az építővel se, sajnos. Jó, hát őt akkor elküldjük kajálni. És akkor te szedjél meg nekünk kaját. Nagyon jó. Így, hogy lehet pauzolni, nagyon kényelmes a játék. Nagyon kényelmes. Jó, jobb klikkel is vissza tudjuk rakni. De légy szíves, dolgozz fel azt a maradék fát. Nagyon jó, mehetnek újra fázni itt az emberek. Így. Jó, még mehet a kavics. Arcosokkal nem tudok mit csinálni. De meghozzad akkor a herbát. Hát az ez kell. Jó, valamiért nem akarta, nem engedte lerakni. Honorbe, köszi szépen a támogatását, immáron a 11. hónapja. Üdv újra étköztünk. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek. Köszi szépen a támogatásodat, Honorb. Mizus. A vágás. Oda is egy favágó. Hát azt a négyest, azt el kell tennünk.
6-os hetes. Uff. Jó, őt még gyorsan elküldjük fázni. Ó, és akkor ezt az építőt is fel tudjuk használni, mert most már lehet iskolánk. És akkor lesz Citizen Dice-unk is. Hát, legyen itt. És kell még egy építő. Az ötöst azt elrakjuk. De jó. De jó. Ő is megy majd kajálni, így 3 HP-val. Azt nézem, hogy kellene kaja. Kellene kaja. De sürgősen. Aha, 2 kajáért és egy parasztért csinál nekünk Citizen, tehát akkor 3-ast oda beteszem, meg adunk 2 kaját. Drága mulatság, de hát meg kell lépni. Jó, hát akkor megy az újra rollolás. De rossz, de rossz. Még egy, jóló. Ez nagyon riszki. Ez nagyon riszki. Ha lelókoljuk, akkor szerintem nem rollolja újra. Nagyon jó. Jól gondoltam. Jó, hát akkor őt is lelokkoljuk. Ó, ott van! A tudós! Srácok, ő már nem paraszt. Ő már polgár. Aha, és akkor igen, van powerje, tehát a polgárnak nagyobb powerje van bizonyos arcánál. 1-8-ig lehet ilyen erő. Ahogy látom. Egy arcon max 4-es erő lehet maximum. Tehát akkor nem lesz mindegy, hogy melyik kockát teszem hova. Lehet őket okítani is, ahogy látom. Lehet enhanszolni. Itt van, hogy hogyan lehet őket megcsinálni. Mármint, hogy hogyan hozzuk létre a polgár kockákat. Hát elég lagymatag Unurbnak a Svexfem. Srácok. Jó, hát én még akarok csinálni. Mondjuk ők csinálhattak volna gyereket, na mindegy, most már akkor ne csináljanak. Te szépen bemész oda, kapsz kaját. Téged lezárunk és dobunk egyet. Te gyűjtsél kaját, mert nagyon fontos. Oké. Hát... jó, várunk. Várunk. Lezárunk téged, mert hogy lezárnálak, hogyha lehetne. Lezárjuk. 10-es lett a 2-est, azt muszáj berakni kajálni. Építenünk kell. Mondom, nagyon jó. Építenünk kell farmot. Ezt mondjuk ide teszem, srácok. Kell 2 munkás a farmra. Én valamiért azt gondoltam, hogy építész kell majd. Egy munkás, egy meghoz kaját, őket pedig rerolloljuk. Hozzál fát, hát őt nem tudjuk sehova küldeni továbbra sem, mert hogy ehhez kell majd egy új épület. Úgyhogy még egy roll. Jó,
Jó, teljen inkább az idő. Megjolózzuk, hogy elküldjük öt fát vágni. A citizenek nem túl boldogok. Most várunk. Kettő munkás kell oda, de nem nagyon látnám, hogy haladnának. A hatost ezt beküldjük oda kajálni. A munkás hozzon kaját, mármint a bányász. Ja, hogy ő gedörös. Ezek szerint ő gedörös. Aha. Egy munkás, őt nem merjük rirollolni. Hármas megy kajálni. Amúgy őt is rolloljuk már újra. Látjátok, ott van egy olyan fész része, ami kettes erősségű. Ha, most tudna segíteni az építkezésbe. De ő például nem gatherer, a citizen. Bányásszál. Na gyere, dolgozz. Ó, két emberes munkát is meg tudja csinálni. Zsír. Oda mész és eszel szépen. Őt lezárjuk. Őt nem. Ez gond. Csináljátok gyereket. Igen. Ez egy jó ötlet, srácok. Hát őt most nem tudjuk sehova se rakni, ahogy látom. Ó, már van négy búzánk, amiből lehetne kaja. Aha, ő már mehet szedni. Hát, kaját kellett volna. Az gond. Mázli, aki kijött a bányából. Őt most elküldtük vadászni. Újjúj. A polgár egy kicsit lefárad. Egyre hidegebb kezd lenni. Sok fa kell a Steam generátorba. Túl kell élnünk. Ajaj. Hát erről nem volt szó. Steam generátor. Túl kell élni a telet. Úha, nehezítés. Steam generátor. Kell 5 vas. Úha, hát ez így rippentyű lesz, srácok. Nincs vasunk. Hogy lehetne vasunk? Szerintetek, srácok, hogy lehet vasunk? Kereskednünk kéne? District Hall hatékonyságot növelhetné. A workshophoz is már kellene nekünk vas. És lett amúgy egy aranyom. Nagyon értékes. Tax office. Hát, nem tudom. Itt lehet sérülteket hílelni. A kocsmába pedig, akik megfagytak, őket lehet gyógyítani. Bányászat nincs? De van. Tudunk kavicsot bányászni, meg aranyat. Mármint, hogy egy helyről mindkettő. De hogy hogyan lesz vasunk, azt nem tudom. Szóval, hogyha van ötletetek, nyugodtan.
Ezek azok, amiket így ki kell kutatnunk. Aha, a tudós embereket lehetne ráküldeni. Tudós embereket lehetne ráküldeni. Hogy több fát szedjünk, több kaját szedjünk. Úgyhogy ha lesz tudós emberünk, akkor... Aha, 4 extra durability-t ad. Aha, a tudós embert erre rá kellett volna állítani. Enhancement chamber. Hol lehet a vas? Hol lehet a vas, srácok? Állokolja a tornyokat. Ekonómia. Állokolja a marketet. Hűha. Vallás. Nézzétek, még a vallás oldal is van. Üdv mindenkinek, skacok. Na jó, hát én nem tudom, hogy kell vasat csinálni. Szóval, hogyha van ötletetek, nyugodtan megoszthatjátok itt a chaten. Elsőre nekem most ez így még nem világos. Valószínűleg kereskednünk kéne, hogy legyen vasunk. Erre tippelek. Jó. Mehet a bányászat. Csináltunk közben egy újabb kockát. És kellene majd nekünk a tudós ember. Őt most lezárjuk, és rollolunk egy újat. Az ötöst el kell vinnünk kajálni, de addig, hát, ti csináljátok a gyereket. Csináljátok a gyereket, de maradsz lezárva. Nagyon jó, tudunk hozni még fát. Ott a tudós ember. A tudós embert is meg kéne etetni. Majd. Bajdó, köszi szépen a 4. évet. Srácok, peregjenek azok a bizonyos összegek Bajdónak. Gratulál az újabb badgethez. Szia, Enger Monik. Szevasztok, srácok. Üdv mindenkinek. Kell nekünk mill. Nézzük, mill. 4 kavics kell a millhez. Ez nem lesz egy egyszerű folyamat. Ez nagyon jó, hogy ilyet kapok, ezzel nem tudok mit csinálni. Ja, akkor lokkolom. És akkor a paraszt után odaküldjük őket. Őt is rolloljuk. Nagyon jó, kavics mehet a kavics. Úgy, srácok, pergessétek a szüleket Bajdónak. Na, munkás ember visszatért. Egyet oda teszünk. Nagyon szuper. Őt is el kell vinni majd kajálni. Ő pedig, hát... szedjen nekünk fát. Lokkoljuk őt is. Mennyien lettünk hirtelen? Mennyien lettünk hirtelen, srácok? Jó, hát őt elküldjük akkor bányászni. Ő pedig akkor kapjon kaját. Tökéletes. És... hát menjen a reroll. Szedjétek a búzát, nagyon jó. Te pedig fát. És... még egy gyereket csináljatok. Nagyon jó. Megkaptuk a polgár. A polgár most akkor utathatna nekem. Szerintetek hogy kell használni? Nem tudom sehova, se oda tenni. Hát igen, oda, hogy enni tudjon, azt oda tudom tenni, de kutatáshoz mi az, ami kellhet nekünk? Mi kell a kutatáshoz? Soldier Dice, Reading, Tabor, Ekonómia.
vallás. Monk dice. Hogyan tudunk szerintetek kutatni? A herbából kaját tudunk előállítani. Aha, workshop kell nekünk. Azzal lehet technológiát és buildingeket előállítani, de hogy vasat hogy kell, azt még mindig nem tudom. Azt még mindig nem tudom, srácok. Hogyan kellene vasat előállítani? Steam generátor kellene. Ahhoz is vas kell, de hogyan lesz vasunk? Ez nem világos. Hát jó, mivel nem mondtatok tippeket, ezért rákeresek. Hát ha mondanak itt az interneten jó tippeket, hogy hogyan lehet vasunk. Kereskedés, azt tippelem egyébként. Hát nem lettem okosabb itt az internettől. Na, a srácnak itt már van kettő vasa is. Kettő vas, egy vas. Na, a srácnak volt olyan bánya, amiből már rögtön iront lehet kiszedni. Hát nekem olyan nincsen. Ott van. Viszont ez territorin kívül van. Na tehát az ami iron. Iron bánya. Szerintetek azzal tudunk valamit kezdeni? Azzal tudunk valamit ott kezdeni? Hogy hozzáférjünk az iron bányához? Kajázni még mindig kellenek az emberek. És kell, aki szed mondjuk kavicsot is. A felfedező. Outside of territory. Ő lehetne az, aki ilyen felfedező, de neki akkor kéne még valami? Aha, ez a district hall kell nekünk, hogy kiterjesszük. Aha, ez az, ami kell nekünk, basszus. A fene vinni el. A fene vinni el. Hatékonyságot is növel, tehát jó lett volna arra is figyelni, hogy hova teszem ezt a district hold pontosan. Nem tudom, hogy mi lesz itt a környezetében. District hold. Hát most már nem mutatja meg. Ha egy újat akarok, hát nem fogja megmutatni. Igen, de amúgy viszonylag jó helyre raktam a District Hall-t, mert sok új mindenhez fogok majd hozzáférni. Te menj el, légy szíves kajálni. Ők ott csinálják a gyereket, nagyon jó. Oké, hát ez fantasztikus. Fantasztikus. Hogy mikor mi lesz, srácok, ahhoz kövessétek a menetrendet. Ó, még lehet három kockám. Na hát oda kettő építész kell nekünk. Meg egyet megtartok, aki majd megy kaját szedni. De csinálj nekünk búzát. Te szedjél nekem fát. És akkor ti meg építkezhettek. Mondjuk neked is inkább kajánod kéne ott a 4 HP-ddal. Na épül az újabb épület. Mondjuk ők addig csináltának gyereket. Jut eszembe. Ez mázi volt, hogy újabb kajás embertkét kaptunk.
Én is ki akarom majd próbálni az új Halo-t, a multit. Nagyon jó, meg lett a District Hall. És akkor oda kell egy emberke, aki ilyen felfedezős dit játszik. Hát ez durva, ott egy 4-es. Ajaj. Mennyire légy szíves a fát vágni. Jó, hát az helyzetőt is le kell, hogy zárjuk. Nincs kajánk. Elérkezett, srácok, a tél, és én még sehol nem tartok. Próbáltam kicsit fura, hogy néhány dolog válsatol, és néhány pedig és néhány dologból pedig öt terkel valakibe. Ó! Oh. Mi a véleményed arról, hogy hogyan alakulnak az új stratégiák? Hát majd ez egy jó kérdés, mert annyira a stratégiai játékok körül nem vagyok járatos. Nem vágom annyira a stratégiai játékokat. Hát kíváncsi leszek rá ez akika majd, hogy milyen lesz. Minden egyes évszak kezdetekor kapunk egy knowledge-et. A Citizen District-ekért. Uh-huh. A búza farmokon tudnak dolgozni a parasztok még télen is. A Peasant District-en belüli épületek immunisak lesznek a tűzre. Ez azért jó, mert ha elkezdenek lázadozni, akkor nem lesz gond. Ez amúgy király lenne ez a Firewatch, viszont talán szükség, hát mit tudom én, legyen a Firewatch, ez szerintem nagyon jó. Viszont kicsit gáz, hogy itt a tél. Nem tudom, Bajdó, nem vagyok ennyire tényleg benne a stratégiákban, hogy véleményt mondjak az újakról. Az Age of Empires-nél nekem nagyon tetszett a kampánya miatt, hogy ahogy azt így megvalósították, meg tetszenek egyébként a mechanikák is, amik így vannak benne, de hogy így ez így mennyire állja meg a helyét így 2021-ben, ez egy jó kérdés. Vannak különleges policy-k is. Ezek a policy-k hatása lesznek a boldogságra. Hát én remélem, hogy boldogok lesznek az emberek. Ezzel a policy-val, amit hoztunk. Itt van. Gondolom. Jó. Hát ott el kell küldenünk majd egy ilyet. Ajánlni. Jó, te meg légy szíves, menjél kaját hozni. Oda egy olyan felfedező emberke kellene nekünk. Winterhez Fallen. Hát igen, odafagyhatnak az emberek, és fa kell ahhoz, hogy túl tudjuk vészelni ezt a részt. Aha. Jó. Steam generátort fel kéne húzni, csak még nincs miből. Komolyan megvetted az Age of 4-et? Hát igen. Nagyon jó lett a kampány része. Az nekem nagyon-nagyon tetszik. Hát a multia meg majd jó lesz. Hát a katona ember menjen el egy gyereket csinálni. A felfedezőssel. És akkor hozzunk még fát, mert ezek szerint szükség lesz rá. Nézzük, ő ott mit csinál 40 másodperc alatt. Csak nyáron működik a búza termesztés, úgyhogy lehet, hogy ez a másik perk az jobb lett volna nekünk. Rollolunk egyet, hát szerintem ezt a katonát is berakjuk oda, hogy tessék gyereket csinálni. Mármint, hogy szólni a gólyának, hogy hozzon gyereket.
Természetesen. Na, megfagyott valaki. Őt nem lehet foglalkoztatni, se rollolni. Szegény. Ki lehet őt gyógyítani, a templomba vagy a tavernába? Vagy meg kell várni a nyarat. Szomorú, szomorú. Vannak ilyen kempek. Lehet velük barátkozni, vagy le is rohanni őket. Aha, azokat fel kell fedezni, ezeket a kempeket. És akkor kiderül, hogy ők mit akarnak, meg hogyan. District Hall. Ahó, Sophie. Hát őt... Ő lehet felfedező? Nem lehet felfedező. Jó, itt van nekünk, kell egy bányász, vas bányász. És kell nekünk felfedező. Hát őt elküldjük oda. Kell egy jó felfedező. Hát akkor lehet, hogy nem őt kellene oda küldeni. Az ott mi? Fa. Herbál. Fa. Kaja. Fa. Kaja. Nehéz a döntés. A hatost elküldjük oda, a hármas pedig megy gyereket csinálni. Mármint, hogy szólni a góljának. Mehet szerintem. Megsérült. Szegény kockánk megsérült. Mert nem volt annyira jó ez a felfedezés, ahogy látom. El is tűnik ilyenkor ez az ősi ruin? Őt is a templomba ki kéne kúrálni, vagy az apotekeribe, vagy mi, vagy ez a... Attika? Attika. Jó gondoltam, ez az. Van egy fagyott és egy sebzett kockánk. De szerencsére lehet vele rollolni ettől függetlenül. Úgyhogy menjen el légy szíves kaját hozni. És akkor kéne nekünk a steam generátor. Csak nincsen vasunk, úgyhogy hát ez egy hosszabb folyamat lesz, srácok. 5 vas kell, igen, hát fagyoskodni fognak itt a kockák. Van még egy felfedezőnk. Felfedezőket annyira most nem akarok akkor küldeni. Mert egy reroll. Nő, menjen szépen kajálni. És akkor hozzunk még kaját. Ő az. Hozzon onnan még kaját. Meg... Mert a favágás... Mert a favágás. Jó lenne valamit építeni. Ó, itt meg lehetne gyógyítani. Bár lehetne millünk is, amiből lehetne kaja. Csinálunk inkább malmot. Meg egy gyerkőcöt. Hoppá, hát most már ő is megfagyott. Most már ő is megfagyott, az jó, 2 fagyottunk van. Egyik őtök se játszom felfedezőst.
Jó, hát ő mindenféleképpen katona akar lenni. Hát nem lehetne megölni? Mármint, hogy eldobni a fagyottat? Mert ha most csinálunk még egy gyerkőcöt, akkor az el lesz dobva. Ez szomorú. Akkor viszont azt kell kitalálnunk, hogy parasztot alakítunk át polgárrá. Ez talán még jó lehet. Ez a húzás. Azt a rohadt, mennyien vagyunk. Kell építő. Az fix. Neki gyógyulnia kell, az is fix. Kaját hozni onnan nagyon jó. A felfedező az biztosan nem kell. Viszont az kell, hogy iront hozzunk. Kettő ironunk már van. Kettő ironunk már van, úgyhogy az szuper. Hozzanak még akkor követ. Ez nem jó. És építsék a malmot tovább. Van-e valami? Herbál fa. Fa herbál. Jó, hát akkor legyen a fahozás még. Lehet egy tudósunk. Lehet egy tudósunk, aki építkezni tud segíteni. Hát őt is lezárjuk. Auto place. Lehet azt mondani a kockáknak, hogy csinálják a dolgot. Shift-tel oda klikkelünk, azt automatikusan csinálni fogják a dolgokat. Értem. Hát ott van egy tudós ember, ő menjen oda. A búzát át kell alakítani. Ó, de jó. Gyűjtsd a kaját, te pedig hílelődj, légy szíves. Te nem rollolódhatsz, egyél. Menj el iron szedni, még egy iron kell nekünk, skacok. A négyes is menjen el kajálni. Ezeket át kell rollolnunk. Van még itt kaja szerző rész. Kell kavics, meg fa. És figyeltem, hogy mennyi kaját csinált nekünk. A meal. Ezt majd meg kell nézzünk, 40 másodperc. Viszont itt kell egy roll mindenféleképpen. Ó, 6 ironunk lett. 6 ironunk lett, nagyon zsír. Kell még kaja. És akkor most már lehetne, srácok, Steam generátorunk. Mondjuk ide. 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 Azt lezárjuk. Oké, ketten dolgoznak.
Igen, már másfél órája pereg a stream, így van, így van. Hopp, még egy megfagyott, hát ez nem jó. Pont a kajáldás résznél fagyott meg. Na nézzük csak, srácok. Kettő kaját hozott nekünk, a Mill. Oké. Okay. Már 5 fagyott emberünk van. Aha. Aha, tehát több Steam generátor kell. Tehát jobban elhelyezett Steam generátorok kellenek nekünk. Okés. Okés. Akarunk-e valamit építeni? Igen, akarunk ilyet, hogy a beteg vagy a sérült kockákat meggyógyítsuk herbállal. Úgyhogy odaépítünk egy ilyet szépen. Kell munkás ember. Meg kellene kocsma is. Lehet, hogy kocsma erőbb kellett volna. Kell sör. És akkor a fagyottakat ki lehetne olvasztani. Szia, D-Looper! Mi újság, mi újság? A 2 percig melegen tart minket. Dice limit reached. Egyet eldobhatunk. Hát a 4-eset eldobjuk, hello. Szia. Templom esetleg a taverna helyett. Na, akár. Ez a templom még nem megoldható. Monk dice-okat kell ugye csinálni. Meg kolostor kell. És templom, tehát hogy az annyira most még nem jó megoldás, inkább az, hogy tavernánk legyen. Csak hogy hogyan csinálunk sört. Aha, tehát kell fa. Kell fa. A herbál meg elfogyott, az gond. Az gond, hogy elfogyott a herbál. De miért akar annyira katona lenni? Hú. Kettes gyorsan bemegy. Kajával. Itt meg mondjuk fel lehetne dolgozni. A búzát. Te is menjél légy szíves kavicsot szedni, vagy iront inkább? Lehet amúgy iront kellett volna inkább. Lassan vége lehetne már a télnek. Oké. Ő lehet, hogy megvagy. Szia, nyusza! Üdvücs, kacok! Nem. Oké, itt fogjuk csinálni a söröket. Ó, nagyon jó, nagyon nagy mázli. Semmi gond, nyusza, felírtalak a listára. Srácok, a menetrendet javaslom nektek.
Á, mindenki megfagyott. Mindenki megfagyott. Túl kell élni a telet. Úgy túléljük a telet, hogyha nem csinálunk semmit. Csak virgácsot teszek a csizmádba. Ja, hát végül is így túl lehet élni a telet. Van-e valami büntetés? Van-e valami büntetés, hogyha így éljük túl a telet, hogy igazából nem kockázunk? Ott már zöldül valami. End of winter. Ú, nagyon jó. Olvad a hó. Nagyon jó. Üdv mindenkinek, skacok. Hopp, hopp. Aha, tehát a sárga lesz nekünk a jó srácok. Ott egy kockánk, csak neki herbál kéne. Mindjárt felolvadnak a kockáink, mindjárt tudjuk őket használni. Jaj, de jó, megcsináltuk, túléltük az első telünket. De hát én igazából csak mulattattam az időt. Tökéletes. Tökéletes. Jó, tehát a Steam generátor egy iszonyatosan fontos dolog. Erre kellett rájönnünk, srácok. Hozzad a kaját. Nagyon jó. Kell herbál, kell munkás ember. Építeni kell-e valamit? Hát most nem. Mondjuk, de kéne. Csak ahhoz meg kellene vas. Tehát akkor őket nem rollol. Már mondjuk lerollolgassuk. Nagyon jó. Ez egy nagyon szuper roll volt. Egy nagyon szuper roll volt. Oda még egy a munkás ember. Csináljon nekünk búzát. Húhú, micsoda rollok. Az egy kettes munkás ember. Tehát ő két ember dolgát tudja elvégezni. Aha, itt elfogyott közben egy kajatermelő rész. Az gond. Menedzserős játék? Hát ilyen survival, túlélős survival játék. Nem gondoltam volna, hogy egy... Szóval, hogy túlélős stratégiai játék. Sose gondoltam volna, hogy ilyen lesz. Telet kell túlélni. Ilyenek. Jól hangzik amúgy. Nem szólt, hogy a kockáink meghalljanak. Szevasz, Zsáv, szevasztok, srácok. Aha, alapvetően csak a parasztok tudnák használni a házat, hogy szóljanak a gólyának, hogy kellenek a gyerekek, de ezzel már bárki tudná használni a házat, hogy szóljanak, hogy legyen gyerkőc. Fullos durability-vel jönnek létre a kockák. Hát akkor én egy knowledge-et szeretnék. Megcsináltuk. Achievement, megcsináltuk. Oké, híleltünk. Akarok tudós kockákat. Tudós kockákat. Oké, megcsinálja két embernek a dolgát. Most egyelőre rollolni annyira nem akar, most már inkább akarok. Katonákkal mit csináljak? Őket nem tudom sehova se elküldeni jelenleg még. Küldjük el akkor a felfedezőket? El a kaja. El a fa. Továbbra is. Meg még egy felfedezőt elküldünk oda, azt max meghalnak.
Van még egy felfedezőnk, nagyon jó. Ő is akkor elmegy. Aha, belopakodott egy táborba a felfedezőnk, de az őr elfogta. Aha, az nem jó, az nem jó. Ellenségesnek tűnnek azok ott. Aha, jó, hát nem tudom velük akkor most mit lehet kezdeni. Csinálunk majd valami tornyot. Jelenleg ők ott nagyon ellenségesnek tűnnek. Ah, és ott lett egy sérült is, szóval kéne herbál. Kettest azt elküljük gyógyulni. És kell herbál. Nagyon. Valahogy így csak jók leszünk. Még a katonákat se tudjuk jelenleg oda elküldeni. Uh-huh. Ott hamarosan búza lesz és lesz sör. Nem ellenség, csak furcsán barátságos. Hát építész, nem tudom. Herbálokat tudnának keresni. A herbálból kaját tudunk csinálni. Knowledge. Na ez kell nekünk, a workshop. Ez kell nekünk. Jó. De menjél be, légy szíves, töltsd a HP-d. Miért kapunk katonákat? Mit csinálják a katonákkal? Na hát az egyest azt elküldjük, azt lezárjuk, hogy ne rolloljunk rajta. Kell még kaja, vagy igazából herbál is. Most már mindegy, az most már ott maradt, nem tudjuk őt onnan elhozni. Jó, légy szíves, herbált hozzál. Te meg légy szíves, vesd be. Na és készül a sör, srácok. Készül a sör. Hát őt még szerintem elküldhetjük bányászni, mondjuk vasér. És akkor tudunk csinálni workshopot. Azért építkezek így mindent ide, mert itt a steam generátor. Kell a 3 építész. Oda meg még egy herbál, nagyon jó. Szevasz Pac-Man, szevasztok skacok. Nagyon jó. Aja. És akkor még egyet szeretnénk, még egy kockát szeretnék gyógyítani. Három aranyunk van már. Ebbe a fába már csak 8 van. Ebbe 11. Lehet, hogy kajáért is el kellett volna menni közben. Meg kell eltetni a tudós emberünket is majd. Oda 2 arany, és akkor... Ha oda teszem, akkor hatékonyabbak lesznek, akik ott dolgoznak. Nézzük meg. Adunk oda 2 aranyat, meg egy ilyen felfedezőt. Class District hol lesz belőle, ezek szerint. 3 aranya az itt soknak számít? Szerintem igen. Class District.
Vannak olyan policy-k, amik csak itt a class districtbe érvényesülnek, illetve ha itt építünk, vagy elpusztítunk valamit, akkor az hatással lesz a boldogságára az embereknek. És ez hatékonyabb, ez az Iron bánya. Ez hatékonyabb most itt. Úgy néz ki. Gondolom annyi, hogy gyorsabban tudunk bányászni. Aha. Hát, mit tudom én, herbál. A herbál is hatékonyabb. Úgyhogy ez egy jó döntés volt ezt ide rakni. A knowledge-et ott írja, hogy az jelenleg nullánál. Valamit építhetnék-e. Például ilyen adóhivatalt is lehetne létrehozni a class districtek köré, és az hatással lenne a boldogságra. Hát úgy néz ki, hogy a parasztjaink elégedettek. A parasztjaink elégedettek. Military outpost. Olyan kutató izébigyó az hol is lehet? Barack, lehet barackunk is. Kutató izébigyó. Aha, a workshop. Ez workshop, csak kéne hozzá építős ember. Ők lehetnek építősek, csak... Oké. Okay. Hogy micsoda, Jeff? Jó, hát akkor búza. Ú, de mennyi mindenre kell figyelni, basszus. Mennyi mindenre kell figyelni. Nem egyszerű, nem egyszerű. Hozzák a herbát, nagyon jó. Hát mondjuk nem tesszük oda le, nem parkoljuk oda le. Mondjuk de kell a herbát, mert ott afkol egy emberkem. Mondjuk mehetne oda építeni. Ez a workshop még mindig nem épült fel. És tudós ember megoldja nekünk itt a problémát. Adóhivatalt lehet építeni, és akkor adnak nekünk pénzt az emberek, goldot. Oké, és ott egy gyógyulás történt közben. Szedjék még a herbát, nagyon jó. És szedjed a fát, az is nagyon szuper. Lassan meg lesz a workshopunk. Az építész az most a perpia nekünk annyira nem kell. Mondom, nem kell, tudós se kell. Jó, hát ők ott csinálhatják a búzát közben. Ajaj, fenyegetés! Fenyegetés a nem jó. Valami rossz történhet, hogyha lejár a timer. De hát hol van fenyegetés? Én nem látok sehol se fenyegetést. Jól van, ők ott nem akarnak harcolni. Akkor milyen fenyegetés lehet, srácok? Építész most szerintem nem kell, azokat azért lelokkoljuk. Nem lett jobb a helyzet.
technológia. Na, most már lehet knowledge-ünk, és azokat el lehet költeni technológiára. Lesz Halo, lesz, srácok. Aki nem volt itt a stream elején, azoknak mondanám, hogy Dice Legacy-val kezdünk, lesz Darkest Dungeon, illetve lesz még a mai nap Halo Infinite is ebben a sorrendben. Aha, tehát ő ott egyes, úgyhogy rá nagyon kell vigyázni. Munkás ember, építész ember. Egy kettes is van, úgyhogy végül is őket lehetne ott rollolgatni. Ő meg mehet Iron-t szedni. Köszi szépen, Viridiana. Ott van a leírásban, srácok, a menetrend, ott meg tudjátok nézni, hogy mikor mi lesz. Azt nem szabad rollolni, ez nagyon fontos, hogy azt nem szabad. Azokat se akarom. Az építész meg a harcos, ő... ez nem lett a legjobb. Herbát szedünk továbbra is, és oda kéne a tudós ember. A tudós emberből pedig kellene kettő. Úgyhogy kell csinálnunk. Az egyes bemerjem rakni? Jolo Issimus, mondjuk nem őt, hanem a másikat. Haszontalan vagy. Tökéletes. Üdv mindenkinek, srácok. Csináljátok a búzát. Csinálhatnánk sört. Sört, ugye? Hát ez egy rossz gomb volt, azt látom. Hát hatosunk még nem lett. Ezeknek ilyen fura oldalai vannak, vadafak. Szia. Ezeknek a kockáknak. Oké, ott felgyógyult. Nagyon jó, az nagyon jó. Lehet egy olyan tudósunk, ami már rögtön mondjuk újra kell rollolnunk. Ne akar építész lenni, tudós. A mások, megtámadtak minket a mások. És lopják a resource-okat. Oda kellenek a katonák. Na bakker. Most meg pont nincs katonám, mi? Nézzétek meg, amikor kell katona, akkor nincsen. Ott jelzi egyébként a képernyő jobb oldalán. Hát ilyenkor nem jönnek. Megtámadtak. Hol vannak a katonák? Na végre. Megsérült, de eltűntek a mások. Kell barackot csinálnunk, srácok. Kell barackot csinálni. Őt be kell rakni, hogy meggyógyuljon. Van szerencsére herbálunk. Óha. Ez gond, srácok. Tehát kell barack. Felfedező ember? A felfedező emberökkel nem tudunk semmit se csinálni. De három tudós csinálja nekünk a knowledge-et. Viridiana, köszi a támogatást, mint feliratkozott halász és mint moderátor egyaránt. Srácok, eregjenek azok a bizonyos szvegek, és hát köszi szépen a 23 hónapot. Köszi szépen.
Aha. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó. Herbál, illetve az újabb herbál adag. Az újabb herbál adag. És azt a fát is eltakorítjuk onnan. Ó, és közben lehetne egyébként gyógyítani itt a kis kockákat. Ezt is lezárjuk. Nagyon kevés HP-ja van most a kockáimnak. Nagyon ki vannak itt centízve a dolgok. Újabb vasadag is jöhet. Hát, ez sehogy nem jó, ez sehogy nem jó. Jó, itt lezárhatjuk végül is. Őt is lezárjuk. ZMX Matt, köszi szépen a 4 hónapot! Srácok, ne kiméljétek a csetet! Ergessétek meg a szvegeket Mattnek is. És peregjenek Viridianának is, hogyha még nem pergettétek volna. Jó, ők oda elmehetnek és bevethetik. Közben újabb adag kaja. Mert egy herbál szedés. Katonák, most meg vannak katonák, amikor nem kellenek. Kavicsot szedjünk. És kaját is szedjünk. Na, végeztek a tudósok. Őket is majd el kell küldeni. Van egy knowledge-os pontunk. Na, hogy férünk hozzá a knowledge-hoz? Így. Még egyel több fát tudunk szedni, még egyel több kaját tudunk szedni. Több búzát szedünk. Extra 4 durability-t állít helyre. A cookhouse, ez kell. Ez nagyon kell, srácok. Ez nagyon kell. Azt is lokkoljuk. Nagyon szuper, és az Iron bányász újra elmegy Iront bányászni. Szia, Tabataba! Na. Tehát ő egy egyes polgár volt. Nézzük, mennyire áll helyre nála a dolog. Közben elfogyott egy fa. Szia, gyegyus! Gond van. Nagy gond van. Lehet, hogy kéne még cookhouse nekünk. Egyes volt, és 13-as lett, úgyhogy ez nagyon szuper. A tudósokkal próbálok valamit még gyorsan kezdeni. Vagy vele pont nem kéne? Mindegy, most már bekerült, úgyhogy rollolni kell vele. Herbál még mindig jöhet. Bibi, köszi szépen az 50-es csillat. Legyen pénz lovéra? Hát, ha a gold, az akkor már van legyen 3. Legyen pénz lovéra. Lové. Megint támadnak. Most meg nincsenek katonáim. Lehetnek? Azt lezárjuk. Nagyon jó. Katona! Jó, megoldottuk a szituációt. Kell még barack nekünk ettől függetlenül. Jó. Hát azt ott rolloljuk és le is zárjuk. Vajdó, köszi szépen a 100-as sírt, méghozzá a hype vonat belökős 100-as sírt. Köszi szépen a támogatásaitokat, skacok. Közben ott az okos emberkénk nyomják a knowledge termelést. Jó.
Hát azokkal még merek ott rollolni. Újabb kajadag. Hát jó lenne még egy újabb kajadag, de hát itt már nincsen olyan. Sámán vagyok, köszi szépen neked is a 100-as sírt, köszi a támogatásodat. Akkor én is hozzátolok egy keveset, mosolygós fej. Jó. A fogyóban van a kajánk, srácok. Nem jó, nem jó. Csináljunk a búzából a kaját? Hát azt kéne most. A new subscriber arrives. Oda néz. It fills you with determination. Istok, te ilyen, ilyen iszonyat menő vagy, hogy kétszer is megköszönte a bot, hogy feliratkoztál. Hát nagyon szépen köszönöm, Istok. Köszi szépen a támogatásodat. Pergessétek srácok a szvegeket Istoknak. Hát ez elképesztő. Micsoda a kapcsolat, Istok. Micsoda a kapcsolat. Istok még csak tegnap óta követi a csatornát, de már is feliratkozott. Hát ez elképesztő. Szia Zoli. Szevasztok, szevasztok srácok. Oda néz, Jeff! Ja, hogy ez egy 6 hónapos feliratkozás? Az igen, Istok. Az igen, köszi akkor szépen. Akkor én sem szeretnék kimaradni. Nekem ezt itt... Ja, ott írja, tényleg. 6 hónapra iratkozott fel, tényleg. Ezt írja. De nem mindenhol, ahogy látom. De látom, látom, Istok, nem kamusztál. Köszi szépen a fél éves bizalmat, már így előre is, illetve köszi szépen Jeff neked is a 100-as csírt. Eregenek a szvegek Istognak, skacok. Velük nem szabad már semmit se kezdeni. Őt még azért rollolgathatjuk. És amúgy kéne is rollolni, meg kellene új cucc. Engedélyezi a rédelést. Meg kellene barack. Üff. Aha. Csináljunk sört. Ó, nagyon jó. Kajáért menjen, légy szíves. Tartsunk meg egy katonát. Kérdezik az, hogy Siege-et lássál tőlem? Van rengeteg videó szerencsére fent az Archivum csatornán, aminek a linkét a leírásban megtalálod. Úgyhogy, ha arra vágytok, srácok, tudtok nézni az Archivum csatornán Siege-et. Még egy kis vas, bár az a helyzet, hogy vas helyett most már nem tudom onnan elvenni, lehetett volna kavics is. Ja, javarészt siege-ezünk, így van, Reni. Én rád vágyom, Eser, szia! Még több kaját tudnának a Hunting Groundról hozni. Inkább termeljünk több búzát. Dave, köszi szépen a csendes 27-es sírt, köszi szépen, illetve Anger Monik, nagyon szépen köszönöm az 50-es unikornisos csíredet. Köszi szépen a támogatásodat. Enhancement Chamber. Lehetne enhancolnia a kockákat. Jobb lenne az egyik oldala. Lehetne tornyunk. Lehetne markitünk, lehetnének shrine-jaink. Még nyár van, úgyhogy én azt akarom, hogy több búzát termeljünk. Nagyon jó. Mindegyiknél egy tudós oldal lett, study oldal lett kikutatva, úgyhogy jók vagyunk. Ezt nem figyeltem.
Ez meg gáz. Ez meg gáz. Közben lett egy sörünk. És megyünk bányászni. Ironra. Az archívba mindent, látod? Na hát akkor majd töltögetek fel régebbieket, Citrom Péter. Vannak régebbi szícsek, amiket ilyen 3-4 évesek, azokat lehet, hogy nem láttátok. Rajta vagy a vonaton? Hát, hogyha 100-at költöttél, akkor rajta vagy, Tibi. A 100 sírrel kerültek fel a vonatra, minden igaz. 100-as sírrel. Lehet, hogy 50-essel is. Köszi szépen, Sámán vagyok még így a végére az 50-es sírt, és köszi szépen, hogy mindenki részt vett itt a hájfonatban. Köszi szépen a 3 feliratkozást és a 477 bitát mindenkinek. Ó, most jönnek ilyen mérgező népek. Ajjaj. 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 Ajjaj, srácok. Hát mit mérgeznek ezek itt? Ők, ja, ők ott vannak, aha. Aha, és sérült is lett. Úgyhogy beküldjük, megherbálozzuk, és már jobban is lesz. Köszi szépen, srácok, mindenkinek a támogatást. Jó, őt lelokkoljuk, mert kell még a búza. Bár lehet, hogy nem kéne lokkolni. Mert kaja is kellene még. Onnan már csak 3-at tudunk kiszedni, úgyhogy ez nagyon nagy gáz, ez nagyon nagy gáz, de próbáljunk terjeszkedni is. Próbáljunk terjeszkedni. Méghozzá mi is kell az a... Nem a trading post. Hogy hívják ezt? District Hall. Ott van. 6 fába kerül. District Hall. Az oda lenne jó, ott fa van. Hogyha azt a... Na mindegy. Mondjuk az is ott jó lehet. De oda meg nem tudok építeni, mi? Mert az meg messze van. Az is messze van. Ó, bakker. Outside our territory. Aha. Aha. Tehát oda már nem tudunk. A fene vinnél? Az már más épülete mellett van. Hát akkor oda. A hype vonatos immót az végleges, hogyha már megszereztétek, igen. Fát kéne még szedni. Az, hogy te itt katonáskodni akarsz, azzal nem vagyok sajnos előrébb. Mindenki dolgozik valahol, ezt jó látni. Ezt jó látni. Jó, hát az lett belőle, hogy lezártunk. Aha, megint támadnak. Egy tudós, még egy tudós. Te elmész oda. Őt újra rolloljuk. A favágók lehetnének jobbak. Aha, aha. Lehetne elhanszolni a kockánkat, meg lehetnének tornyaink, meg lehetne Markit. Legyen Markit! Na. Bám, levertük őket. Kajáért kellett volna elküldeni. Ez gond. Ez gond. Hát akkor őt lelokkoljuk. Mhm.
utolsó előtti kaját fogjuk onnan kiszedni. Őt lezárjuk. Őt is lezárjuk, nagyon jó. És akkor mehetnek is ide az újabbak. Hát őt nem zárjuk le. Aha, kellene szedni még kavicsot. Ja, meg kellene az építészek, basszus, hát el is feledkeztem róluk. Az építészekről. Na végre. Oda kell még egy építész nekünk. Jajjaj, réderek, jönnek a réderek. Ha elpusztíthatják az épületeinket. Húha. Ha, inasba raktuk, inasba raktuk. Rollolunk egyet, oda beküldjük őt. És kell még az utolsó darab kaja is. Kell még egy építész. Te oda. Te szedjed légy szíves a vasat. A réd az jó. Kell még fa is. Meg légy szíves. Így szíves egy olyan is. Jó, szerencsére jól állunk a hílelődéssel. Hát őt már muszáj, hogy elküldjem hílelni. Őt is lezárjuk, mert ő két ember munkáját meg tudja csinálni. Our illustrious champion returns. Welcome home. Illusztris bajnok Árné visszatért. Köszi szépen a 19 hónapnyi támogatást, méghozzá Tier 2-es feliratkozott vadászként és mint moderátorként egyaránt. Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szvegek, peregjenek. Peregjenek Árninak. Ne kíméljetek a csetet. Na lehetne még egy építész. El is gondolkodom ezen. Hogy kéne. Iskola az biztos nem kell. Herbalista kuckó az se kell. Mizus Árni? Herbálból tudnánk kaját csinálni, ez mondjuk jó lehet. Ez mondjuk jó lehet. Úgyhogy én azt fel akarom húzni. Arra szükségünk lesz, srácok. Lassan, ó, közeleg a tél. Közeleg a tél. Fura Twitch? Na, hogy? Most nézem, hogy most néztem, hogy nem vagyok feliratkozva. Furi. A két tudós emberre fogja felépíteni ezt a helyet. Ó, hát itt is van vas, csak ez pont nem érem el. Ez pont nem érjük el. Eddig hogy tetszik a játék? Bocsik, eddig fordítottam, csak fél-fél eladtam azt. Az a helyzet, hogy tetszik. Eddig nagyon tetszik a játék, tetszenek a lehetőségek, és az is egy nagyon király döntés volt a fejlesztők részéről, hogy pik-pak berakták azt, hogy lehet pauzolni az időt. Mert régebben olyan volt, hogy nem volt időd pauzolni, és amíg te rollolgattál, addig itt történtek a dolgok körülötted, és hát szétrédeltek, meg éhen haltál. Sokkal gyorsabban kellett meghozni a döntéseket. Úgyhogy nekem eddig abszolút tetszik ez a koncepció. Bár egy kicsit szédítő, ahogy itt görgetem, hogy tehát gyakorlatilag a görgő, az egeret görgőjén vagyunk, mert
ahogy így pörgetem, úgy pörög a világ is vele. Durva, mi? És tök vicces, hogy ez egy Gamescom-on díjat nyert játék. Most fogod szétszedni a setupot? Kitartást hozzáhenni. Kell még több... még több kavics. Azt lelokkoljuk. Jaj, oda meg kaja kéne. Nem lokkoljuk le, mert hogy nincs kajánk. Azt viszont lelokkoljuk. Nagyon jó, nagyon jó. Az építész munkás emberrel nem akarok most semmit se csinálni. Menő elképzelés ritkán esni hasonlót, a mai játékokban legalábbis nem láttam még hasonló melléket. Ja, főleg, hogy ez most ilyen nagyon komplex dolog, mert egy stratégiai játék, ami túlélős, és még kockákkal kell... A kockák az embereid, amik... Tehát nem tudsz minden műveletet csinálni, amit szeretnél, ezért rollolnod kell, és healálnod kell őket. Megsérülhetnek, megfagyhatnak, télen életbe kell őket tartanod. Hát nem egyszerű. Nem egyszerű. A fene vinnél? Na végre! Stadisat kaptunk. Az ötöset elküld... nincs kajánk. Jó, az ott... Ajaj, támadnak, és én észre se vettem. Akkor rollolnunk kell. Rollolnunk kell, katonát! Szívat a játék. Katonát! Katonát! Megszívtuk. Nincs kajánk. Oh. Jó. Hűha. Nagy a baj, nagyon nagy a baj, srácok. Azért nagyon nagy a baj, mert nem tudunk onnan kaját szerezni. Nem tudunk onnan kaját szerezni. A felfedezőt elküldjük oda, hogy terjessze a határokat. Ő meg kiszedi az utolsó előtti kavicsot is. És akkor megyünk kutatni. Viszont van egy knowledge-em, amit nem használtam ki. A favágók lehetnének hatékonyabbak. Több kaját tudnánk csinálni. Az nagyon király lenne. Az nagyon-nagyon király lenne. Az nagyon-nagyon király lenne. Hát szerintem rolloljunk tovább. Oké, tehát mindenféleképpen katona szeretett volna lenni. Ő felfedező. Nagyon jó, nagyon jó. Herbálból kaját. Herbálból kaját, az most szükségszerű. Építész. Oda kell az építész nekünk, mert elfelejtettem, hogy oda akartam egy barackot csinálni. Nem jelzi elég látványosan a játék, hogy amúgy én ott akarok valamit csinálni. Nagyon szuper. Az utolsó vas, az utolsó vasat is most kiszedjük. Durva, hamarabb fogy el a vas, mint a kavics. És beköszöntött a tél.
Minden szezon kezdetén kapunk kettő fát minden egyes peasant districtért. Egy olyan districtünk van, szóval valószínűleg nem fogunk sok fát kapni. Igen, ez peasant district. Ja, és közben támadnak. Jó. Rég volt már úgy is olyan, hogy kockát csinálunk, szólunk a góljának, hogy hozzon egy kockát, szóval támadunk egyet. Megnézzük, hogy mi lesz. Jó lehet-e? Hát ha rollolunk, akkor valószínűleg meghal. Nullás. Ó, azt hittem, hogy egyen lesz vége, de akkor a nullával. Jó. Most már ezt is tudjuk, srácok. Jó, hát őt is megtartjuk. Be fog köszönteni a tél, szóval mindjárt végünk lesz. Ez azt jelenti. Igen, ott el is tűnt a bánya. A kavics bánya. Illetve mindjárt a vas is eltűnik. Építész, menjen építeni. Ott közben felfedezte, hogy mik vannak. És onnan lehetne hozni... Onnan lehetne hozni kaját. Az nagyon nagy mázli. Lenne nekem építész. Kellene nekünk építész. Akár munkás... Mondjuk tél van és már munkásokat sem nagyon tudjuk foglalkoztatni. A mezőn. Szerencsére van kajánk. Oké, sikerült egy kutatás. Az egy hunting ground. Az egy hunting ground. Jó, hát akkor hozzatok több kaját. Milyen, hogy építész lettél? A fene vinnál? Pláne jó vagy. Hogy a kettest oda raktam a herbálos átalakításhoz, nem tudom ez most mire lesz jó. De most majd kiderül, illetve sört is csinálunk, ameddig még tudunk. Stone mine, iron mine. De menjél azért szedje még egy kis iront. Oké. Okay. Még nem kezdődött el a tél, de a Steam generátornak a range elég kicsi egyébként. Szedjék avicsot. Szedjél fát. Szedjél herbált. Mondjuk szedhették volna inkább először onnan a fát. És megnézzük, mi van akkor, hogyha most már tényleg meghal egy kocka. Játszunk felfedezőst? Nem akar senki se játszani velünk felfedezőst. Építkezésre akarunk annyira most, vagy akarunk? Workshopunk van. Tax office nincs, de nem is akarok. Barackunk éppen készül. Városközpont. Szedjél fát, szedjél herbát. Így van. Military outpost. Én oda akarok egyet. Meg lett a barackunk. Tudunk csinálni kettő vasból és egy parasztból katonát. Na nézzük, a nullás parasztból milyen katonát tudunk csinálni.
azért ott feltüzeljük egy kicsit. Ott lehetne még fát szedni. Tudós emberek nincsenek elküldve. Ez gond, ez gond. Ez nagy gond. Húsit szedjél, légy szíves, húsit. Rollolunk rajtuk egyet. Ja. Na, most kiderül, hogy el is tűnt. Úgyhogy tényleg kell majd egy gyerkőcöt csinálni, ő viszont meg fog halni. Úgyhogy ti akkor csináljátok gyerkőcöt. A gólyával. Rendeljétek meg. Őt el kell küldeni hílelni. Ő tanuljon. Tanuljon, tanuljon, szuper. Jó. És lett egy katona, katona kockánk, tehát ő fixen katona lesz. Lehetne rollolgatni, és nem csak támadni tud. Ez most egy kettes erősségű támadása van. És ő is egy klassz, tehát neki is boldognak kell lenni. Aha, lehet rédelni. El lehet őket küldeni rédelni. Meg tudnak javítani is. Aha, aha. Ú, kezd komplex lenni. Kezd komplex lenni, srácok. Ők lehetne barátkozni, meg lehetne rédelni is. A torony nincsen kikutatva. A Military Academy bármilyen kockából enged katonát csinálni, illetve lehetnek katapultjaink is. Merchant. Én merchantokat akarok csinálni, csak ahhoz még kell kavics. És a merchantok tudnak goldot szerezni, vagy goldért valamit csinálni. Trading Outpost. Őt föl kéne hílelni. Hát őt meg hagyni kéne, hogy ne halljon meg. Felfedezősdit nem akarunk játszani. Bányászósdit igen. Áldozzunk három fát arra, hogy ne fagyjunk meg. Jó, áldozzunk. Egy heal mehet oda. Na, miért kapunk ilyeneket? Miért kapunk ilyeneket? Kell fa, nagyon sok fa. Kell iszonyatosan sok fa. Azért a herbát még átalakítjuk fajává. Szükség lesz rá. Aha, egy valaki meg is fagyott, csak valami nincsen, nincsen tavernánk, igaz? Ez taverna? Nem, nincsen tavernánk. Sehol nincs tavernánk. Erre nem készültünk fel. A fene vigy el. Tudós ember. Bányász ember. Bakker. Bakker. Hát akkor várunk. Oké, te elmész szépen gyógyulni. Őt meg rollolgatjuk, hogy építész legyen. Ati! Wow, köszi szépen az ezres csírt, méghozzá a lóherés ezres csírt. Wow, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat.
lett még egy fagyott emberünk közben. De én erre azt mondom, hogy belefér. Belefér. Őt elküldjük hílálni. Oké, megy a kutatás. Még a herbából csinálunk további kajákat, és akkor oda lehet betenni az emberünket, meg adni neki egy sört, és akkor jó lesz egy fél óra múlva. Kimelegszik. Na, őt nem szabad tovább rollolni. Fa kell nekünk. Sok fa. Hát közben plusz egy pontom. Úgyhogy ezt arra rakjuk, hogy még több fát szerezzenek az embereink. Szupi. Szedjétek a fákat. Ott a katonánk, látjátok? Az a katonánk. Szevasz, Gében! De ne haragudj, nem kell lesz most katonának. Viszont csinálunk sört! Még több fa. És az a helyzet, hogy ide most kell tennem fát. Őt meg ki kéne olvasztanunk. És akarok építeni valami újat? Azt hiszem, akartam valami újat építeni. Egy sör és fél óra boldog kocka. Így van, így van. Lehetnének boldog embereink. Ekonómia. Igen, ezt akarok. Még a kettő fát, és akkor ilyen merchant guildet tudunk csinálni. Jó, herbát még alakítjuk át. Bár akkor ezek szerint a herbár kereső is kéne. Dairy farm. 8 fa. Oké, 8 fa. Az durva. A 8 fa. Jó, te akkor maradj építész. Te is akkor maradj építész. Nagyon jó, nyomjátok. Hát az egyiket nem akartam újra rollolni. Vasat szerezünk, vagy fát? Fa kell nagyon. Ó, mondjuk kaja is kellett volna, na mindegy. Őt elküldjük akkor. Merchant Guild. 3 építész kell hozzá. Hát akkor a katonát most rollolgatjuk. Na, a katonánk tud építeni. Hopp. Tudós menjél. Szedjétek a fát, nagyon jó. Télen nagyon kell a fa. Ne fagyjanak meg a népek. A jó népek. Tudós! Ne szívass! Jó. Oké, lett egy fagyott emberünk. Mehet neki a sör. Itt pedig mehet mindjárt a faszedés.
Még egy, még kettő ember is megfogyott, úgyhogy még több sör kellene, úgyhogy nyomatjuk az előállítást. Igen, az oda kell, de előtte sör kell, meg munkás ember, meg még több fa. Jó, hát ennyi fa azért nem kell. Jó, te fogod csinálni a sört. Jó, még egy ember megfagyott. Nagy a baj, nagy a baj. Kavics is kell nekünk. Te meg a herbából csináljál kaját. Nagyon jó. Kettő pontunk van, úgyhogy meg tudjuk azt mondani a favágó embereknek, hogy még több fát hozzanak, vagy még több kaját hozzanak. Bizony, már 7 goldunk van, elképesztő, igaz? Egyel több sört is tudunk csinálni. Ohoho, ohoho. Ohoho. Enhanszolós chamber. Illetve 3 durability-t is helyreállít. Na nézzük csak, hol tudunk ilyet csinálni. 6 kavics. 6 kavics. Az vas. Az kavics. Oké. Okay. Hújjúj. Te hozzál kaját. Te legyél okos. Te csinálj sört. Te meg olvadj ki a sörtől. Neked meg hílelődnöd kell. Szevasz, tyap-tyap! Üdv mindenkinek, skacok! Azt mondjuk, kár volt rollolni. Ez nagy kár volt, hogy rányomtam a rollra. Neked muszáj, hogy utas. Ne szívass már. Utatnod kell. Jaj, hát oda még kéne egy építész ember. Építész, hol egy építész? De gyorsan. Olvadj fel a sörtől. Tehát az helyzetre nem tudsz. Hűha. Favágó. Kajaszedő. Építész. Jó, hát ezt el is felejtettem. Ezt tökre elfelejtettem. A gond. El a kavics, most már tudunk. Ujj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 
Az most ott mi lesz? Merchant, az ott a merchant lesz, oké. Okay. És akarunk még egy ilyet is. Ahhoz is kellenek majd építészek. Ja. Ja, mehetünk tovább. Katonával nem tudok mire menni, skacok, sajnos. Csináljunk a herbálból még kaját. És közben itt fagyogatnak az embereink. Mindenki is megfagyott. Őt muszáj életbe tartani. Egy építészt oda küldünk. Most nem jönnek ilyenkor télen a katonák. Nem jönnek ilyenkor télen a katonák, srácok. Ez egyébként jó, én örülök neki. Csak észrevettem. Hát a kavicsbányászás tovább.
Lassan vége lehetne már a télnek. Éppen a közepén vagyunk a télnek, az gond. Az gond. Legyen ilyen vallásos kockáink is legyenek, mit szóltak. Merchant. Citizent át lehet alakítani merchantá. Hát akkor gyere, te átalakulsz, te katona. Átalakulsz citizenné, aztán a citizent merchantá alakítjuk. Hopp, ő is megfagyott. Megfagyott, ez nem jó, ez nem jó, srácok, de hát ez van. De mész oda okulni, aranyér. Na és akkor most már van enhancement chamberünk. Úgy lehet őt bekapcsolni, hogy teszünk bele goldot, meg herbált. Tessék. Bekapcsoljuk. Mindenki is megfagyott. És akkor oda tehetünk egy kockát. Hát én oda teszek egy parasztot, tessék. Három rédelő kell oda, tehát három katona kell a rédeléshez. Uff, oké, akkor nem rédelünk. Oda néz. Lett egy merchant dájunk. Ha ő tudna. Ó, nagyon király. Felfedezni, gyűjtögetni és kereskedni tudnak a merchantok. Zsír. Hát most éppen felfedezni tudnának, úgyhogy nyomunk egy rollt rajta még egyszer. Aha, meg lehetne őket fagyasztani? Hát nem akarom. Jó, akkor kell egy újabb épület. Méghozzá arra, hogy a Trading Outpost. Trading Outpostnak szükséges, hogy olyan helyen legyen, ami a tábor közelében van. Úgyhogy oda kell egy építész nekünk. Hát én meg elküldöm ezt a merchantot jolóba a fát vágni. Mit szóltak? Építsél, légy szíves! Katonákom nem akar építeni. Hopp, na, a katonánk megfagyott. Kösz. Nem hiszem el, srácok, hát lefagyott. Ott lefagyott, itt lehetett volna, de lefagyott. Megfagytak az embereink. Szomorú, szomorú. Na, hát ő meg kettes lett. Kettes lett a bányászás. Hát ő egy okos paraszt. Szedjél nekem, légy szíves, kavicsot, ha már okos paraszt vagy. Tudsz valamit csinálni még? Tornyokat még ki lehetne kutatni. Bandázs. Kombatban kevesebb eséllyel lesznek sérültek az embereink. Jó, jöhet. Itt elküldünk akkor egy citizent építeni. Ő nem fagyott meg szerencsére. Gyere, kajálj. Hát, ne haragudjatok, de... Ne haragudjatok, de az a helyzet, hogy nincs mit felfedezni. És tudunk nagyon mit csinálni. Ott van a Trading Outpost. Mondjuk azzal foglalkozhattam volna. Még elküldjük őket a kőbányába. Tanulj! Szia, szevasztok, srácok! Tanulj! Ha mondom.
Oké, lassan vége lesz a télnek, srácok. De meg kereskedj! Kereskedj, ha mondom! Nem engedi. Nem enged kere... Ja, hogy úgy! Vessék egy kis gold! Meg lehet őket támadni, meg lehet kereskedni is. Érdekes. Adunk nekik egy goldot, az jó lesz. Arra néz. Aranyért cserébe adtak sört meg herbált. Excellent, bizony, viszont a sört már nem fogjuk elhasználni. Viszünk nektek még aranyat, tessék. Az ott mit csinál? Odd Merchant. Arra néz. És ez a üzletelések. Apatetikus a kapcsolatunk. Jó, hát akkor ha mindenféleképp... mindjárt ki fognak olvadni, mindjárt ki fognak olvadni az embereink. Szedjél meg nekem kavicsot, légy szíves. Emberek! Tessék szépen kiolvadni. Hát nem nagyon akarnak, úgyhogy erre még jobban kell figyelni a télem. Ez egy nagyon érdekes játék, Simmons, basszus. Nagyon komplex. Most meg kell mutatnom a 30 embernek, hogy milyen 1000 éves programot kell használni, oké, egy csodás döntés miatt jól letörtem a kedvüket. Hát... Sajnos ez ilyen szem az, de kitartást hozzá. Meg hát a hozzáállásoddal csak nem fogod annyira lerontani a kedvüket. Enhanszoljunk még embereket, itt mit szóltak ehhez. Expert worker. A Peasant Districtbe több resource-ot tudnak begyűjteni. Peasant District-es búzafarmok működnek télen is. Adjad. Igen, stratégiai, túlélős, randomizálós móka. Random móka. Nagyon zsír koncepció. Lehet a kockákat fejleszteni is. Kereskedni itt, meg támadni is. A rédelőset azt mindenféleképpen át akarom rollolni. Szedjétek a vasat, meg mindent. Ne rédelni akarj. Ja, hát építhetsz, azt lezárjuk úgy. Meg bányász annyira szeretnél. Favágás, építés, aha. Gyűjtsetek fát. Kutatók dolgoznak. Szuper. Szevasz, madari. Mi volt a mai menü? Kérlek szépen, pirítós. Bizony. De most ettem hozzá füstölt sajtot, és el kellett jönnöm, hogy én még mindig nem szeretem a füstölt sajtokat. Ajaj, támadás. Támadás van. Támadás van, úgyhogy őt át kell rollolni. Őt át kell rollolni mi hamarabb. Nagyon szuper kettes támadó még hozzá. Nem sérült meg, nem fáradt el, nagyon zsír. Nagyon zsír. Kéne herbáloztatni az embereket. Kéne kereskedni. Jó,
most itt jött mindenki. Igen, ebből, hát az helyzet, ez kereskedni kell. Csináljad ott a buzát. Mert a falvágás. Valamit építenünk kéne? Márkit. Hát a Márkit. Jó, ez az kereskedés. 2 arany, 1 herbál. Én adok neked egy aranyat, azt csókolom. Ja, oda meg lehetne rakni, fejleszteni embereket. Hát egy, na, tudósokat berakjuk. A katonát berakjuk oda. Csak nem támadnak addig meg. Á, ne. Fene vinnél? Ah, ott volt. Megint ott volt, és megint elrolloltam. Itt az okos parasztunk. Az okos paraszt megy a kőbányába. Oda mész gyógyulni. Mehet még a kereskedés. Kordiális a kapcsolatunk. Kéne herbált szedni. Nagyon fontos lenne a herbál szedés. Aha. Oda berakjuk. Bocsánat, srácok, nem tudom letenni ezt a játékot. De megpróbálok mindjárt véget vetni a dolgoknak. Katonát nem akarunk átalakítani. Most ő ott kész van? Hát gondolom egyszer csak kész lesz a katonánk. Mert tovább a kereskedés. Építeni nem akarunk, de viszont itt tudnánk segíteni. Építeni se akarunk, bányászni, igazából el lehetne menni. És elmehetsz a fát vágni. Neked viszont muszáj lenne kutatnod. Oké, sikerült, támadnak és itt a harcosunk. Ez a 8-féle nyersanyag típusban baloldalt, vagy még lesz komplexebb? Csak ennyi van. Csak ennyi van. Csak. Javítjuk itt a kapcsolatot. Tréderéssel és golddal lehet javítani a kapcsolatot. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet elérni velük. Azt ott lelokkoljuk. Hozunk még kaját. Állokkolni kell a forge-ot. Egyen megnézzük, hogy azt hogy kell. Ó, herbált is kéne szednünk. Hol a herbál? Ott van. Állok forge. Azt mondja a játék, állokkolni kell a forge-ot. Ez egy gyűjtögetés. Expedíció. Raktár, hitering, forge, bakery, scoutok, valószínűleg amúgy ez nem itt lesz, ott állok forge, 2 kell hozzánk, 2 kutatás, oké, állok forge, na jó, azt meg tudjuk csinálni, ez az objektívánk, azt lezárjuk.
ezeket meg rolloljuk, ezeket a fiúkat tovább. A katonává nem. Jó, hát végül is menjél fát vágni, de meg csináljál búzát. Ide kéne egy district. Kéne egy district, úgyhogy ide csinálunk egy gyorsan. Ja, azt berakjuk. Lezárjuk. Arra kell figyelni, hogy ne menjen nulla alá, mert hogyha úgy küldöm el, hogy nullán van, akkor elpusztul. Azért csinálunk ide egyébként districtet, hogy a közelébe levő farm az működjön télen is majd. Jó, egy építész. Van egy bányászunk is. Lehetnénk kalapálni. Állokkolok közbe egy fejlesztést. Mert tovább a herbál szedés. Kavics szedés. Már munkás kéne inkább, aki a farmon dolgozik. Most ezt akarom átrollolni. Így. És akkor lesz most forzsunk, hogyha minden igaz. Military Academy. Itt van, forzs. Viszont akkor lehet csak ide menni, hogyha technológiát oldunk fel. Construct dice-t tudunk csinálni. Manipuláció. Ágom még hozzá. Construct dice. Forge, ott a forge. Ó, basszus, oda nem raktunk kaját. Na, őket rolloljuk tovább. Ez végül is jó lehet. Neki meg kereskednie kéne, nem nagyon akar kereskedni. Oké, jön egy támadás közben, skacok. De figyeljétek, én idejövök. Oda teszem, mondjuk azt nem lehetetek, oda teszem a kockámat, ügy, el is van intézve. A nullást ezt mindenféleképpen meg kell gyógyítani. Az egyeseket is. Az egyeseket is. Mert hogyha őket most nem küldöm el, akkor utána halnak. Közben mehet a kutatás. De szedjél valamit, ha már annyira akarsz. Ezt itt fel kell fejlesszük, mindegy, hogy kivel. A katona is fel tudja fejleszteni, kettő aranyér. Van építészünk. Hogy fejlesszük. Egy parasztot ismét fejlesztünk, srácok. Senki nem akar... Ott volt egy. Én meg elrolloltam. Senki nem akar a mezőn dolgozni? Már én voltam a hülye. A kockák reprezentálják a lakosságokat, akik csinálják a dolgokat? Így van, és több fajta lakos is van. Sima, paraszt, civil, kereskedő és katona. Meg lehetne majd monk, meg ilyen építész is. Csináltam ilyen forzsot? Aha, ott kell majd. Ott kell majd. Ez lesz majd a forcs. Katona közben fölhúzta. Tehát hogyha soldierrel építjük, akkor az egy soldier district lesz. Ó, bakker. Hát nem figyelt a Janter, úgyhogy lett itt egy soldier district. Teljesen feleslegesen. Morcos vagyok.
Nem figyeltem. Jaj. Mutatók nyomják közben. Kell építész. Ő nem lehet építész, úgyhogy menjen csak. Nem tud menni kereskedni, mert nincsen aranyunk. Nincsen aranyunk, úgyhogy akkor te menjél szedni kavicsot. Még mindig nem tudsz, most amikor nem tudunk kereskedni, akkor akar kereskedni a kereskedőnk. Jó. Mert a búzatermelés továbbra is. Meg a kajaszedés. Kutatás, kutatás! Plusz egy extra power a face-re. Military lehetne towerünk. Ekonomia. A market 10% eséllyel ad egy goldot. Szerintem még nincsen marketünk. De azért adjad ezt. Market, market. De van marketünk. Akkor ide el lehetett volna küldeni. Kettő sörér. A kettő sört lehetne eladni. Értem. És akkor goldot kapunk érte. Ez a market, ez annyira nem tetszik. Mégsem. Egy építész. Te meg csinálj sört. Ez nem az? Ez az. Nem, ez a gyógyító. Akkor hol csinálunk sört? Ja, hát nyilván nem herbálból kell sört csinálni. Egy rossz klikkek. Nem akarsz építeni? Nem akar valaki építeni? Kifagytunk az aranyból, srácok. Az a gond. Na tényleg, hát ti meg így gyógyulhatnátok, én meg nem figyelek. Basszus. Ő nem rollolhat tovább, ő se. Ő meg... neki kéne építenie. Zsír. Oké, megy a kutatás, ide meg mehet egy kavicsbányászat. Meggyógyítjuk a kereskedőnket. Nyomjuk tovább a kavicsbányászatot, az ott micsoda? Odd Mershant. Ja, valószínűleg ez eltűnik. Három búzát, ha adunk neki, akkor aha. Ad nekünk egy sört, három búzáért. Aha, érdekes. Forge Construct. Aha. Aha, aha. Két dice-t egy construct die-já alakít. Jó, nézzük meg. Nézzük, srácok, belerakjuk ezt a két felfedező fiút. Ez jó döntés? Most már mindegy. Olyan parasztot nem akartam volna, akik ilyen okosak. Manipuláltuk a fátát. Nem tudom, most valami történt, srác. Ott van. Ott van. Construct die. Die. Jó, tehát ő egy olyan kocka, aminek az ereje 8 lehet a 4 helyett. És két trétje is lehet. Wow. És most már lehetnek trétjeik a kockáknak. Ennek van valami? Na, hát ennek olyan trétje van, hogy ha rollolok egyet, akkor kettő használódik belőle. Például. Jól van, srácok!
Azt hiszem, tudok megállt parancsolni. Most tudok megállt parancsolni. Még nyilván lehetett volna monkokat, meg templomokat, meg ilyen vallásos, szektáns dolgokat csinálni. De tetszik a játék. Komplex. Iszonyatosan komplex. És nagyon király, hogy lehet pauzolni. Nagyon jó, hogy a játék megjelenése óta belehozták a pauzt. Egyébként nagyjából egy 1-2 hónapos játékról van szó. Tehát ez a játék 1-2 hónapja jelent meg. És nagyon király, hogy behozták azt, hogy lehet pauzolni. Mert úgy jelent meg a játék, hogy nem lehetett pauzolni. Most gondoljatok bele, hogyha nem lehetett volna pauzolni ez alatt a 2,5 óra alatt, akkor hányszor haltam volna már meg. Tetszik az a mechanika is, hogy itt a tél, és tényleg túl kell élnünk, hiszen nem igazán értettem az elején, hogy mit jelent az, hogy túlélő stratégiai játék, hiszen mindegyik stratégiai játékban túl kell élni, de ez nem az a klasszikus, megszokott RTS, amit például egy Age of mutat nekünk. Ez nem az. Úgyhogy itt figyelni kell arra, hogy ha éppen jönnek katonák, akkor őket le tudjuk győzni, vagy ha tél van, akkor túl tudjuk élni, elfagyjanak meg az embereink, sörrel ki tudjuk őket melegíteni például, vagy ezzel a steam generátorral, ami 3 fát emészt fel, egy területen nem fagynak meg az embereink, úgyhogy rengeteg mechanika van a játékban, ami iszonyatosan király. Például lehet, azt se gondoltam volna, hogy a District Halloknál több fajta District Hall lehet csinálni, nem csak peasant-eset, hanem lehet még soldier-eset is. Szóval így, hogy beletették a pauzt, jól meg lehet fontolni, jól át lehet gondolni, hogy pontosan hogyan akarjuk a bázisunkat felépíteni, hova akarunk District Hall-t, esetleg az akadémia vagy a workshop mellé, mert nyilván úgy lesz hatékonyabb egy olyan épület, ami hasonló districtben van. Tehát például a workshop valószínűleg jobban működne, hogyha egy civil districtben lenne. A munkások meg úgy dolgoznak jól, hogyha a peasant district hol van mellettük. Az is nagyon király, hogy itt vannak ilyen táborok, ahol akiket meg tudunk rédelni, aminek nyilván nem örülnek, de akár még kereskedni is tudunk velük. A nyersanyagok nem végtelenek, hanem elfogynak egy idő után. Itt is volt egy csomó minden, de elfogyott. Itt jelzi egyébként, srácok, a jobb sarkában, hogy itt ezt a fát, ezt 25-ször tudom még kibányászni. Igen, meg van ereje a munkás, az embereinek. Ez egy 2-es katona. De például volt itt olyan, aki 2-es bányász. Tetszenek ezek a mechanikák, és szerintem sokkal több embernek be fog jönni így ezzel, hogy van ez a pauz. Bocsánat, hogy ennyiszer rugózok ezen a pauzon, de így egy kicsit közelebb áll az emberekhez, mert jobban át tudják gondolni, hogy mit akarnak csinálni. És mégsem egy olyan APM-es, Action Per Minute-es RTS-ről van szó. Zsír. És itt ezek a kis pontok jelzik azt, hogy hol és milyen district hol van. És nyilván el lehet menni a végéig, még a felénél se jártunk ennek a gyűrűnek. És azt hozzá kell tennem, hogy ez az első szkenárió volt a 6-ból. És beleöltünk most több mint két és fél órát az első szkenárióban. Szóval gondoljatok bele, hogy még mennyi mindent lehetne csinálni a játékban. Hát, hogy profik vagytok, akkor valószínűleg ez gyorsabban fog menni, de így, hogy egy kezdő játékos belevetette magát, méghozzá az easy nehézségen, hát ez az easy, durva. És még egyszer azt mondom, hogy
jól fut az optimalizáltságra, nincs panasz, jól fut a játék, szép egyébként, jó muzsikák vannak itt a háttérben, jó a koncepció, és még díjat is nyert a Gamescom-on. A legeredetibb játék díját. Tetszik. Nekem ez tetszik, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam nektek mutatni, és köszönöm szépen a kiadónak, hogy biztosított egy példányt ebből.